Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videóban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek sorozat szombatestét szeretnék kívánni. Végre el is érkeztünk egy újabb horror videóhoz, amiben most amatőr felvételeket fogunk megnézni, amiken valami furcsaság történt, vagy pedig rögzítettek egy paranormális dolgot. Fú, de régen voltam úgy ilyen, de egyszerűen annyi mindennel foglalkoztunk mostanában horror videók terén, hogy nem volt rá idő, na de végre most már van, szóval mindenki szedje össze az összes bátorságát, és akkor kezdjünk is bele. De jó, késő este van ez felvéve egy játszótéren, ami elvileg teljesen üres, és a hinta magától hintázik. Tuti, hogy csak meglökték, és utána felvették ezt az egészet. Nyugodjunk meg! Nem lesz itt semmi probléma, meg semmi para. Miért indul már így ez az egész? Hát nem bírunk így felkészülni rá. De azt mondja nekünk, hogy van ebben a videóban egy sokkal, de sokkal parább, amit mi nem látunk. Mégis micsoda? Az az ember, aki ezt a videót rögzítette, kettő telefont vitt magával erre a játszótérre, az egyik az céges, a másik pedig a magánszemélyként lévő telefonja. De ez mégis mit számít? Várjál már! Ez a csávó egy állat! Szóval az egyik telefont beállította sokkal messzebbről, és azzal is rögzítette, hogy bebizonyítsa nekünk, hogy ez full hiteles, és ott van az úriember kicenzúrázva, hogy onnan rögzítette az előző felvételt, itt pedig ugye a másik telefonnak a kameráját láthatjuk. És azt mondja... Na jó, ne csináld ezt velem! Hogy? Szóval azt mondja, hogy az az alak, vagy az az árnyék, vagy bármi is legyen ott, azon a felvételen nem látszik, amelyiken közelről videózta hintát, na de a másikról pedig igen. Miért csináljátok ezt velem? Oda van csak szerkesztve, nyugodjunk meg! De mozog is? Mozog a feje. Szóval, ha oda van szerkesztve, akkor nagyon, de nagyon profin van oda szerkesztve. És itt áll kb. Az a valami. És ezen a felvételen pedig nem látszódik. Pedig ugyanakkor vette fel a kettőt, lehet látni. Na jó, egyre jobban libabőrös vagyok. És ott van. Nem létezik ilyen. Tudja, hogy csak oda van szerkesztve, legalábbis más észszerű magyarázatom erre az egészre nincsen, azon kívül, hogy ott van egy szellem, amit csak az egyik telefon rögzített. De érted, az meg milyen lenne? Aztán ki tudja, lehetséges, hogy igazából az a valóság. Na de mindegy, szerintem inkább menjünk tovább, minthogyha nem is láttunk volna semmit, és felejtsük el ezt az egészet. Persze! Mi más is lehetne, hogyha nem egy para baba? Egy család megvette ezt a babát. Mégis miért? Unalmasak voltak a mindennapjaitok? És meg akartátok magatokat átkozni? Vagy miért? És azt mondják, hogy ez a baba el van átkozva, ugyanis a környezetében furcsa dolgok történnek. Vágod? Random játékok bekapcsolnak, meg így arrébb mennek. Ne! Miért nézünk ilyeneket este, érted? 3:41 van, amikor felveszem ezt a videót. Random leesik egy baba, persze. Biztos, hogy csak a húzat, mi? A család egyszerűen nem tudja, hogy hogyan állítsa meg ezt az egészet, és hogy mégis mit csináljon. Hív ki egy démonűzőt. Az egyik ismerősük azt mondta a családnak, hogy a baba mellett gyújtsatok meg egy fehér gyertyát, és majd akkor minden meg fog változni. Hát derítsük is ki, hogy ez kiderült-e.
egy nagyon furcsa dolog történt, ugyanis egy kamerát raktak a babához, hogy megnézzék, hogy mi történik. Ég is ott a gyertya, meg minden. Hallod? Hallod? Nem csinál ilyet a gyertya magától! Liba, bőrös a hátam, ne csináld ezt velem! Így hirtelen elkezdett világosodni a tűz, meg megnagyobbodni. De furcsa módon semmilyen más dolog nem történt elvileg abban a szobá... Aha! Csak azt hitték, hogy nem történt semmi más, bekapcsolt egy másik gyerekjáték, és vágod. Szerencsétlen gyereked, pedig ebben a szobában van, de nem, mivel nem láttunk a gyereket. De milyen már, hogy így, jaj, kedvességből veszel a saját gyermekednek egy babát, hogy majd biztos, hogy jól el lesz vele, és igazából egy ilyen babát vettél, ami teljesen elátkozott titeket, meg az egész házatokat. Ne. Ez a legparább, hogy a kislányuk kajakra játszik azzal a babával. Hát miért engeditek a közelébe? Mi ez az egész? Konkrétan a játékbaba megütötte a kislányt? És eddig is így vigyorgott? Vagy már arckifejezése is van? Vagy csak belelátom? Á, de nem tetszik, hogy ennyire rázúmol az arcára. Figyeljetek, az a lényeg, hogy amikor lefekszetek aludni, ne képzeljétek el, hogy ez a baba ott van mellettetek az ágyatokba. Ennyi. És most ez a mondatom miatt hányan nem fogtok tudni aludni? Na de akkor jöhet is a következő para felvételünk. Ez a csávó, aki szellemvadász, egy éjszakát fog tölteni egy boltban, amiről azt mondják, hogy el van átkozva. És rengeteg paranormális dolog szokott ott történni, és a bolt tulaja egyszerűen nem mer ott eltölteni egy éjszakát, de hát szerencsére vannak ilyen bátor emberek, akik ezt megteszik, és ráadásul le is videózzák nekünk. Érted? Mit is csinálhatnál az éjszaka kellős közepén egy olyan boltban, ami el van átkozva, játszhatnál VR-t? Persze, persze. Remélem amúgy, hogy legalább horror játékkal játszol. Na jó! Hát az a valami konkrétan átlátszik, és van feje meg haja. Hát most mi van ebben? A kis szellemgyerek csak egy kicsikét játszani szeretne. Ne legyél önző, hagyjad neki. Jaj, de nem lennék helyedben. Milyen furcsán ment oda? Szerintem csak brutálisan be van gyorsítva az egész, és azért. De akkor is amúgy durva, hogy fel van tekerve a felvétel, és ugye a csávónak a mozdulatai ugyanúgy fel vannak tekerve, mint a kis szellemgyereknek. Bár amúgy, hogyha ez oda van szerkesztve, és az egészet utólag tekerik fel, akkor simán meg lehet oldani. Hát reménykedjünk benne, hogy csak oda van szerkesztve. De csak tetszik neki, nem? És nem fogja bántani. De hát már el is tűnt. Az a bajom amúgy ezekkel mindig, meg azért szoktam az ilyen felvételekben általában kételkedni, ugyanis nem tudom, hogy miért nem, a nyers fájt mutatja meg nekünk egy kamera kijelzőjén. Mert akkor számomra sokkal, de sokkal hitelesebb lenne, hogyha tudnám, hogy ehhez 100%-ban még nem nyúlt senki. De ki tudja, lehetséges, hogy ez komolyan a nyersfájl. De érted, csettintésre valaki bele tudna neked szerkeszteni ilyeneket, aki ért hozzá. Na de akkor nézzük is meg a következő para felvételünket, ami egy biztonsági kamera felvétel. Azt mondja, hogy a garázs ajtajában talált lyukakat, megnézte
a biztonsági kamera felvételét, és ezt rögzítette. Hát most akkor meg fogjuk tudni, hogy mégis mi lyukasztotta ki a garázsának az ajtaját. Ilyen nincsen! Az 51-es körzetből kiszabadult? Vagy mi ez az egész? Érted? Először akarom mondani, hogy jaj, csak egy kutya, most mi van abban? De ez egy földön kívüli! Hát látom! Csak így hopp benézett, és ő már ott sincsen. Vagy de? Hát nagyon, de nagyon be akar menni oda. Mondanám, hogy valaki csak szórakozik, és jelmezben van, de nézzétek már meg, hogy a keze mennyire vékony, és komolyan beütötte azt a kaput. Mégis hogy tudták ezt megcsinálni, hogyha kamu, akkor is? Ilyen amúgy szerintem még egyik horror videóban sem volt, hogy egy elzárt, elátkozott iskolát néznek meg. Azt mondja nekünk, hogy 2011-ben zárták be ezt az iskolát. Hát amúgy én így a kinézet alapján simán többet mondtam volna, és simán el tudtam volna képzelni, hogy akár 20-30 éve nem volt ott már senki. Az úriember, aki pedig oda ment és videózta ezt az egészet, úgy érezte, hogy valami figyeli őt. Most már csak az a kérdés, hogy vajon valami komolyan figyelte őt, vagy csak úgy érezte. Hát reménykedjünk benne, hogy csak úgy érezte. Na de most figyeljünk nagyon, ugyanis elvileg ki fogjuk deríteni, és lehet majd látni, hogy komolyan valaki figyeli őt. Nagyon remélem, hogy nem ott a szembe lévő ablaknak itt a sarkában az előbb volt valami. Vagy de, itt van valami? Nem tudom amúgy miért, de rendes libabőrös a lábam is. Annyira parák ezek a helyek. Várjatok már. Azok ugyanazok a szekrények, és először, amikor arra ment, nyitva voltak. De amikor utána ment arra, már be voltak csukva. Merjem közelről nézni, vagy nem kéne? Mire zoomolsz rá, főnök? Már megint libabőrös vagyok! Mi az ott? Az csak valami lámpa! Nyugi már! Bár nem tudom, hogy mégis milyen lámpa kezd el mozogni. Jó. Hát haver, nem csodám, hogy meg vagy ijedve. Én is meg vagyok. De kajak, lehetséges, hogy az ott egy kis világító Szent János bogár volt, vagy valami. És a kamerában a sötét miatt így látszódott. Na dehogy, a szekrényekkel mégis mi történt? Az egy nagyon, de nagyon jó kérdés. Hát azért be kell vallani, hogy voltak itt para dolgok, nem is kicsit. Nagyon remélem, hogy ez a videó után jól fogtok tudni aludni. Hogyha tetszett nektek, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook oldalam, Instagram oldalam, webshopom, meg a gameplay csatornám is ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg. És akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, hogyha YouTube is úgy szeretné. De hogyha nem szeretnél garantáltan lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!